A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Géniusz Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve tudományos vita délután szervezett. Az Andrássy, Kölcsey és Petőfi nyomában 200 év távlatából című délutánra május 11-én került sor a Rákóczi Főiskolán. A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia minden év májusában az Ukrán Tudomány Napjához igazodva kerül megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány szervezésében az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül programjával együttműködve. 34 fiatal, 35 versenydolgozattal, 6 felsőoktatási intézményből nyújtotta be pályamunkáját. A beérkezett pályamunkákat 34 opponáló bírálta, összesen 7 határon túli és kárpátaljai intézményből. Újabb publikációs eredmények a Földtudományi és Turizmus Tanszéken. A közelmúltban dr. Izsák Tibor, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezető helyettese gazdagította azon kiadványok listáját, amelyek hozzájárulnak a kárpátaljai értelmiség szakmai ismeretanyagokkal való ellátásához. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján című monográfiájával. A University of York professzorának előadása a főiskolán. A főiskola stratégiájának szerves része a nemzetközi esítés. Ebben kiemelt szerep jut a külföldi vendégoktatók meghívása. Május 12-én Paul Kurzweil, az Egyesült Királyságban található University of York professzora rövid kurzust tartott a városi dialektusok kialakulásáról, fejlődéséről, ezeknek a nyelvi változásokban való szerepéről a filológia szakos hallgatók számára. Május 2. és 8. közötti időszak alatt a Földtudományi és Turizmus Tanszék tanárai vendégelőadásaik alkalmával ismertették meg az ELTE hallgatóit különböző földrajzi tudományok kárpátaljai, ukrajnai sajátosságaival. A Magyar Természettudományi Társulat szervezésében május 5-e, 7-e között került megrendezésre a 31. Telekipál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny döntője, amelyen két diák képviselte Kárpátalját. A kárpátaljai Barkasi Bence, a Somi Általános Iskola 7. osztályos tanulója, a legjobban teljesítő diákként lett díjazva. Megelőzve ezzel számos budapesti, Zala, Csongrád, Csanád megyei iskolás diákot is. Dr. Szikura Anita, a biológia és kémia tanszék professzora, május 8-án terepgyakorlatot szervezett az elsős MSC-s hallgatók számára, a világ és Ukrajna nemzeti parkjai természetvédelmi területei tantárgy keretén belül. A terepgyakorlat helyszínéül a Beregszász szomszédságában található Ardó botanikai rezervátumot választotta. Majd ezt követően május 12-én komplex botanikai, zoológiai, ökológiai terepgyakorlatot szervezett a tanszék az első-második évfolyamos biológia, valamint első évfolyamos természettudományok szakos hallgatók részére. A Nárciszok völgyébe, továbbá a Rohói járásban található Kárpátok ökológiája és környezetgazdálkodásának történeti múzeumába, valamint a Kuzii védett területre. Az obszidiánok nyomában. Május 12-én került megszervezésre a régészeti tanulmányi kirándulás a Rákóczi Főiskola történelem szakos hallgatói számára. A tanulmányi kirándulás célja volt a környék paleolitikus telepeinek és a jelenlegi obszidián előbukkanások felkutatása. Továbbá a helyi riolittufa bányát és annak bányatavának a megtekintése. A hallgatókat Rácz Béla oktató kísérte el a kirándulásra.